Vasárnap kora délután egymást akadták a stafétát a koronaszálló előtt felállított színpadon a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének tagjai és más cégek képviselői. Elsőként az egyesület elnöke mondta el, hogy miért tartják fontosnak jelenlétüket immáron negyedik alkalommal a hagymafesztiválon. Egyrészt a vállalkozóknak lehetőség, hogy bemutatkozzanak, megmutassák a termékeiket, szolgáltatásaikat. Másrészt az a célunk, hogy közelebb hozzuk a vállalkozókat és a lakosságot, tehát a lakosság is pontosan tudja, hogy melyik vállalkozás mivel foglalkozik. Illetve minden évben partnerünk a HSC, a Návai Szakközépiskola. Fontosnak tartjuk a pályaválasztást, fontosnak tartjuk, hogy a diákok, pályaválasztás előtt álló diákok is lássák, hogy milyen lehetőségek vannak Makón, és hogy nem kell elmenni. Azt is megtudtuk, hogy egy tisztújítás kapcsán új célok kerültek kitűzésre az egyesületnél. A pódium beszélgetés vendégei mind-mind tapasztalt tulajdonosok és vezetők voltak, akik sikerük titkát és elképzeléseiket is megosztották. A keri igazgatója többek között elmondta, képzéseikben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki intézményükből a piacra, akik hosszú távon meg tudják állni a helyüket. Kis Izabella marketing szakember pedig elárulta, hogy hogyan segíti az online felületeken már 10 éve a vállalkozások sikerességét, és azt is, hogy egyénre szabottan ajánlanak felületet megrendelőiknek. A Facebook még mindig nagyon erős, főleg egy vállalkozás kommunikációja szempontjából, de már kacsingatnak az Instagrammal és a TikTokkal. Ez általában mindig attól függ, hogy most az adott cégnek milyen céljai vannak, márkaépítés, vagy csak egy kicsit többet mutatni magából, esetlegesen tényleges ügyfélszerzés, és mindezen célok határozzák meg, hogy most az adott stratégiában mely platformok azok. A Duokor igazgatója büszkén vállalja, hogy a legmakóibb vállalat az övék, mindemellett a cég elért eredményeinek titkáról is beszélt. Vendégünk volt Tiba Gyula, aranyhagymadíjas vállalkozó, akivel a hagyma múltjának és jelenének kérdéskörét feszegettük, valamint beszámolt nekünk saját fejlesztésű gépeikről is. Bemutatkozott a Pipi kapitány, akiknek baromfi termékeit kérésre akár házhoz is szállítják, de helyet kapott a vállalkozói szigeten a bor is, melyből bőséges kínálatot nyújt Hegyes István, aki már kíváncsian várja, hogy milyen lesz az idei termés. Ebben az őszi dologban van egy megújulás utáni vágy. Tehát jön az ősz, isszuk a régi borokat, de elkészülnek már az újak, és mindenki nyit, na, milyen lehet? Milyen volt a nyár? Mert a nyár hozta az őszt, tehát a nyárból következett az ősz, és a nyárnak az értéke jelennek meg ősszel az új borokba, és ezekre a vevők nagyon kíváncsiak. Szívesen jönnek, és alig várják, hogy az első sztori megjelenjen, főleg Mártonnap környékén, ma kicsit előtte, kicsit utána. A pódiumon elhangzott beszélgetéseket televíziónk rögzítette, és az elkövetkezendő hetek Hét Híre magazinjaiban megtekinthetik azokat. Mai híradónkat követően a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének tagjaival történt beszélgetést láthatják.